Alig több mint 10 év múlva 2030-ra Magyarország villamosenergia termelésének 90%-a lehet széndiokszidmentes, ezt tervezi a kormány. Erről Süli János beszélt hétfőn a parlamentben. A miniszter azt mondta, ehhez mindenféleképpen szükség van a káros anyagkibocsátásmentes, környezetbarát Paks 2 megépítésére. Süli János hangsúlyozta, hogy Magyarország már most is 40%-kal kevesebb széndiokszid kibocsátással állít elő villamos energiát, mint Németország, az Unióban működő atomerőművek pedig 70%-kal több széndiokszidmentes áramot termelnek, mint a megújuló energiaforrásokat használó létesítmények. Süli János azt mondta, Magyarország ezek alapján kifejezetten jó úton halad a paksi bővítéssel. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a bővítés kettős célt szolgál. Egyrészt az ország gazdaságának fejlődését, másrészt a a kormány környezetvédelmi céljait is biztosítja. Süli János ugyanakkor emlékeztetett, hogy a beruházást mégis folyamatosan támadják környezetvédő szervezetek, annak ellenére is, hogy az ENSZ illetékes titkársága és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése is követendő példaként minősítette a környezeti hatásvizsgálati eljárást. Ráadásul az eljárás során korábban 7 ország 9 városában tartottak közmeghallgatást, amiken minden felmerülő kérdést megválaszoltak a Paks 2 képviselő szakemberek.